Sziasztok! Folytatjuk tovább térgeometriai feladatokkal, méghozzá ma gula és kúpos feladatokat fogunk venni. Nézzük meg közelebbről, hogy mi is az, hogy gula. A gula lényegében egy piramis alapja, egy N-oldalú sokszög, palástja pedig olyan háromszögekből tevődik össze, amelyeknek egy közös, nem az alaplap sikjába első csúcsuk van. Fontos továbbá még azt tudni, hogy az alaplapot határoló élek, az alapélek, az oldallapok pedig oldalélekben találkoznak, szóval nem összekeverendő, hogy ez itt a gúlának az alapéle ez pedig az oldaléle. Az oldalélek egy pontban, a gula csúcspontjában találkoznak, és az oldallapok együtt alkotják majd a gula palástját. Fontos továbbá még, hogy a gula magassága, a gula csúcsa, és az alaplap síkjának a távolsága, vagyis a csúcsból az alaplap síkjára állított merőleges szakasz a gulának a test magassága. Lényegében a felszín, illetve térfogat számítás sem különbözik nagyon. Ugye a felszínét úgy számoljuk ki egy gulának, alapterület plusz a palást, vagyis az oldallapok területének az összege, a térfogatát pedig alapterület testmagasság per 3. Nézzük meg közelebbről akkor a kúpot. A kúpot a matematikában szerű testeknek is nevezik, a kúp alaplapja kör vagy ellipszis lehet, palástját pedig az alap határoló pontjával összekötő egyenes szakaszok az alkotók alkotják. Fontos közelebbről megismerni, hogy mi is az, hogy alkotó. Az alkotó tulajdonképpen azok az egyenesek, amik a kúp csúcspontjából az alaplaphoz, vagyis a kör kerületéhez húzhatók. Ha én most kiterítem a kúpnak a palástját, akkor egy körcikket fogok kapni, amit itt láthatok, amelynek köríve... Tehát a palásnak a köríve ugyanolyan hosszú, mint az alaplap kerülete, hiszen ha jobban belegondolunk, fontos, hogy a, a palástunknak a, a körciknek a köríve ugyanolyan hosszú legyen, mint a kúpunknak az alapterületének a kerülete, vagyis a körkerülete, mert ugye ez passzentosan körbe kell, hogy ölelje, ha magatok elé képzeltek térben egy kúpot. Ö, illetve sugara, a palásnak a sugara ugyanakkora, mint a kúpnak az alkotója felszínét úgy számoljuk ki, hogy alapterület plusz palást, vagyis ha veszük a, a kúpunk alapterülete egy kör, vagyis alaplapja egy kör, akkor ugyanúgy számoljuk ki az alapterületet, mint a kör területét, R négyzetszer P plusz az alkotó, a térfogatot pedig P szer R négyzetszer testmagasság per 3. De nézzük meg, konkrét feladatokat. Szabályos három oldalú gula alapéle 13 cm, oldalére 21 cm. Milyen magas ez a gula? Hát tekintsük a következő ábrát, és hogy mi most tovább tudjuk indulni, fontos, hogy nagyon jó ábrát készítsetek, amelyen jól el tudtok igazítani, és a csúcsokat nevezzük is el rögtön. Tehát alaplapja egy szabályos háromszög, itt a csúcsa, és azt mondja, hogy az alapéle, 13 cm az oldaléle, tehát ez itt, ez pedig 21 cm. És azt mondja, hogy milyen magas ez a gúla, vagyis a testmagasságot fogjuk mi most keresni. Ha visszatérünk az ábránkhoz, akkor Látjuk azt, hiszen a feladat is azt mondja, hogy az alaplap egy szabályos ABC háromszög, így a d csúcs merőleges vetülete lesz a háromszögnek a súlypontja. Szóval ez lesz a d csúcs merőleges vetülete, vagyis a háromszög súlypontja. Mi is az, hogy súlypont? A... Ugye a háromszög csúcsát, a háromszög csúcsát, a szemközti oldal felező pontjával összekötő szakaszt nevezük súlyvonalnak, a súlyvonalak pedig egy pontban futnak össze, metszik egymást, ez pedig a, a súlypont. Illetve jó, ha tudjuk, hogyha szabályos a háromszögünk, mint ez, akkor a magasság és a súlyvonal egybeesik, tehát egyenlő hosszúak, és láthatjátok, hogy amit a D csúcsból húztunk egy merőlegest az alaplapra, ez lényegében a gulánknak a testmagassága. Ezt a D, illetve S szakasznak a távolságát fogjuk keresni, és ez lényegében tehát a gulánknak a test magassága. Ahhoz, hogy mi most tovább tudjunk indulni, ugye derékszögű háromszögeket kell keresnünk a testben, ezért fontos, hogy behúzzuk a magasságvonalat. Én most az A csúcsból húzom be a CB oldalhoz tartozó magasságvonalat. Tehát ha én az A csúcsból behúzom a CB oldalhoz tartozó magasságvonalat. Ez egy T pontban fogja metszeni a CB szakaszt, ugye a magasság az merőleges, illetve ugyanúgy a D-ből bocsátott merőleges is merőleges az alaplapra. Láthatjátok, hogy a háromszög magassága, amit behoztunk az A csúcsból, az merőlegesen felezi az alapot, tehát a CB szakaszt az A, a csúcsból ö, húzott magasságvonal felezi a CB szakaszt, és már tovább is fogunk indulni, hiszen láthatjuk, hogy két derékszögű háromszöget is kaptunk. És ugye az a lényeg, hogy eljussunk majd addig, hogy a testmagasságot ki tudjuk számolni. Ha én most ide kinagyítom ezt a derékszögű háromszöget, amelyben szerepel a testmagasság, ugye itt az S, itt az A pont, itt pedig a D, és ugye ez az MT a testmagasság. Hát mit ismerünk ebből? Nem ismerjük az a t az a t ismerjük, ugye 21 cm, de hát az édes kevés, hogy mi tovább tudjunk indulni. Viszont nekünk van még egy derékszögű háromszögünk, méghozzá a BT a derékszögű háromszög, amit én most ki is nagyítok. És minden esetben, jó, ha megjegyzitek, ha ilyen gúlás feladatot kaptok, akkor minden esetben így kell eljárni. Ugye, ha én most megfelelően megforgatom itt a B, itt a T, hiszen a T-nél volt ugye a merőleges, ugye itt a T, akkor mit ismerünk belőle? Ismerjük, hogy az AB szakasz az 13 cm, a TV-t is ismerjük, hiszen az a, azért húztunk az A csúcsból be a magasságvonalat a CB szakaszhoz, mert tudjuk, hogy a magasságvonal az felezi a CB szakasz, tehát a szemközti oldalt felezi, ezért a, ez a TB szakasz 6,5 cm, ugye a 13 per 2. És már is egyszerű Pitagoras tétellel ki fogjuk tudni számolni az AT szakaszt, hogy majd eljussunk addig, hogy végre a testmagasságot ö, kiszámítsuk. Szóval akkor egyszerű pitagórászt alkalmazunk az AT-nak a kiszámításához. 11,26 cm lett az AT szakasz hossza, ezt ide bele is írom, 11,26. Na hát, eddig eljutottunk. Igen ám, de nekünk az AS szakasz kell, nem az AT szakasz, hogy majd a testmagasságot ki tudjuk számolni. Na, és itt jön képbe, hogy én miért emlegettem a feladat elején a a súlypontot, illetve a súlyvonalat, mert sajnos, vagy nem sajnos, minden gúlás feladatnál így kell eljárni. És ugye mivel tudjuk mi már, hogy a súlypont, vagyis ez, az S pontunk, a súlypont a súlyvonal csúcsától távolabbi harmadoló pont, ezért az AS szakaszt mi úgy fogjuk tudni kiszámolni, hogy két harmad szór 11,26, vagyis az AT az egész. És ha én ezt most kiszámolom, akkor azt kapom, hogy 7,5 cm az AS szakaszom. Fontos tehát megjegyezni a, a számítást Ugye a súlypont a súlyvonal csúcsától távolabbi harmadoló pont, de elég, ha úgy is megjegyzitek, hogy nem mindegy, hogy ha mondjuk az esti szakaszt kellene kiszámolnom, akkor már nem kétharmad lesz a szorzom, hanem egyharmad. Tehát egyszerűbben, ha úgy elmondom, hogy a szóval ami csúcstól kétharmad, az oldalhoz pedig egyharmat, ha így leegyszerűsítem, bár ez annyira nem szép, elég, ha így ö, megjegyzi ö, valaki. Szóval kiszámoltunk az AS szakaszt, hogy az fél centiméter. Akkor innentől kezdve nincs más dolgunk, mint visszatérünk ehhez a háromszöghöz, hiszen ö, ismerünk már mindent. Ugye az AS szakaszunk fél cm, és az mt-t kell nekünk most kiszámolni, ezért egyszerű Pitagoras tételt számoljuk ki. Megfelelő átalakítás után azt kaptuk, hogy a keresett testmagasság nem más, mint 8,66 cm az MT, vagyis a DS távolsága. Ilyen feladatokhoz mindenképpen kell tehát a súlypont, jó, ha ezt megjegyezzük, de majd a következő feladatban is ilyen súlypontos gúlás feladat lesz. Ez egy üres tábla, és akkor itt van a második feladat. Egy szabályos háromszög alapú gúla alapéle 10 cm, a magassága 15 cm, mekkora a felszíne és a térfogata. Akkor kapásból mi felírjuk a felszín számítást a gulának, alap terület plusz palást, a térfogat pedig alap területszertást magasság per 3. Hát nevezzük el a gulánkat, szabályos háromszög alapú gula, abc C, itt a D csúcs. És mivel mi már tudjuk az előző feladatból, hogy ugye szabályos háromszög alapú gula a feladatban, az van, tehát szabályos az alaplap, szabályos ABC háromszög, így a D csúcs merőleges vetülete lesz a háromszögünknek. A súlypontja, és mivel gúla, akkor már azt is kapásból tudjuk, hogy bizony be kell húznunk a háromszögünknek a magasság vonalát, méghozzá az A csúcsból, merőleges bocsátunk a CB szakaszra, ez egy T pontban fogja mecceni egymást, ez is itt merőleges, ez pedig itt merőleges, ahhoz, hogy mi ki tudjuk majd számolni a háromszögünknek a a felszínét lényegében majd ez kell hozzá, de induljunk, el így, hogy könnyebben értsük meg. Szóval eljutottunk eddig, akkor a háromszögünkben az alapél az 10 cm, a magasság pedig ez itt, 15 cm. Mekkora a felszín és a térfogat? Ugye ez egy szabályos háromszög, induljunk ki először mindig a legkönnyebből, a térfogatot az biztos nyugodtan ki tudjuk számolni, tehát most térfogatot fogunk számolni, ahhoz pedig kell az alapterületnek a ö, kiszámolása. Hát három szabályos háromszög alapterületét hogy számolhatjuk ki? Mivel szabályos háromszög mindhárom három oldala 10-10-10 cm, ezért választhatjuk a héron képletet is, mivel mind három oldal ö, ismert, héron képlettel nyugodtan ki lehet számolni, de én most azért sem azzal számolom, hanem mivel az alaplap, ugye, mint említettem, egy szabályos háromszög, ezért fogom én venni a háromszög színuszos terület képletét, hogy azt se felejtsük el, ami A szor B -szer, színusz, gamma per 2, és ha én ide behelyettesítek, a színuszgammát is ismerem, ma a gamma szöget, mivel szabályos háromszög, 60-60-60 fokos mindegyik szöge, Az eredmény pedig 43,3 cm a az alapterület, vagyis ez, akkor mi már ki is tudjuk számolni rögtön a háromszög, vagyis a gula e, térfogatát, alapterület testmagasság, ami meg volt adva, hogy 15 cm per 3, ezt bepötyögjük eredményül 216,51 több centimétert kapunk. Megvan a feladatunk első része. Akkor térjünk vissza a felszínhez. Alapterület plusz szapalást. A felszínhez kell tehát a guláknak az oldallapjainak a területe. Ahhoz pedig, hogy mi egy ilyen oldal háromszöget ki tudjunk számolni, ahhoz viszony, viszont kell a, az oldal háromszögünknek, az oldal magassága, mert anélkül nem nagyon tudjuk kiszámolni. Szóval erre leszünk mi most ö, kíváncsiak, mert ugye ez kell a, a palásthoz, és utána a felszín ö, kiszámolásához. Hát akkor kezdjünk neki. Ugye mi már a feladatunk elején rögtön behúztuk a magasságvonalat, illetve a, a ö, súlypontot. Mivel tudtuk azt, hogy biztos, hogy erre szükség van egy gullás feladatnál, és derékszögű háromszögeket keresek, amelyből majd ö, a végén kifogom én tudni számolni az oldalmagasságot, ha én ezt most ide kinagyítom, hogy senki ne tévejedjen el. Ugye S, T, D, és ugye itt az M, -O. Hát ebből mit ismerünk? Nem ismerjük az ST szakaszt és a DR szakasz tudjuk, hogy ez 15 cm, de hát ez nekünk édes kevés, hogy tovább tudjunk lépni. Viszont nem hiába volt az, hogy behúztuk a súlyvonalat is, mert van még egy ö, ö, háromszögünk, amelyből majd mi ö, ki fogunk tudni ö, indulni, hiszen itt van még egy derékszögű háromszög, de én most egy új oldalra fogom kezdeni, hogy ne, ne nagyon ö, mosódjon össze a, a dolog. Én gyorsan most csinálok egy ábrát, hogy ne felejtsük el, hogy eddig ö, mit rajzoltunk be a gulánkból. Szóval akkor a felszínhez kell az oldallapok területe, ahhoz pedig kell az oldalmagasság. Ugye mi most azt keresünk, tehát ha én ezt most kinagyítom ismét, ezt a derékszögű háromszöget, ugye ezt tudjuk, hogy ez 15 centi, az estét nem ismerjük, és az M-ót sem ismerjük az oldalmagasságot, tehát ebből nem fogunk tudni nagyon kimászni. ezért van nekünk még egy másik derékszögű háromszögünk ugye beúztuk már az alcsúcsból a súlyvonalat már már a feladatunk elején ezért én most kinagyítom ezt a háromszöget itt az A, itt a T a B, ha így megfordítom, t van a derékszög, és ismerjük azt, hogy ugye az alcsúsból húzott magasságvonal felezi a CV szakasz, mint ahogy az előző feladatban is említettem, ez itt sem változik, tehát ez 5 centi, a BT. Az AT-t nem ismerjük, viszont az AB-t Ismerjük, mert ez meg volt adva a feladatban, hogy ez 10 centi. Itt is egyszerű Pitagoras tételel ki fogjuk számítani az AT szakaszunknak a hosszát. Megkaptuk, hogy az AT szakasz hossza 8,66 cm. És ugye, mivel tudjuk, hogy a súlypont a súlyvonal távolabbi harmadoló pontja, ahhoz, hogy mi most ezt az ST szakaszt ki tudjuk számolni, és tudjuk, amit elmondtam, hogy a súlypont a súlyvonal távolabbi harmadoló pontja, ezért föl tudjuk írni, hogy az estét én úgy fogom megkapni, hogy egy harmad szor a teljes szakasz hossza, amit az előbb kiszámoltam, 8,66, és ha én ezt kiszámolom, akkor azt kapom, hogy 2,89 cm az ST szakaszom ez itt. De ha nem nagyon jegyzitek meg azt a kulcsmondatot, hogy a súlypont a súlyvonal távolabbi harmadaló pontja, ezért úgy is meg lehet, hogy az oldalakhoz közelebbi a csúcsokhoz, csúcsokhoz pedig a távolabbi. Tehát mi a csúcshoz az előző feladatban, amikor kétharmaddal szoroztunk, ugye a csúcstól távolabbi, ezért kétharmad volt a szorzó, és itt az oldalhoz ez közelebb van, ezért itt egyharmad, de ha jó ábrát csináltok, akkor nem fogjátok tudni elrontani, hogyha mondjuk az AR szakasz lett volna a kérdés, akkor ugye kétharmadszor a teljes szakasz hossza, de nekünk ez a kis darab kellett, ezért egyharmadszor, a teljes szakasz hossza. Na egy szó mint 100, kiszámoltuk az esté szakaszt, egyszerű Pitagórasztétellel kiszámoljuk az oldal magasságot. 233,35. Lesz, és ha gyököt vonunk, akkor azt kapjuk, hogy 15,28 cm az oldal magasság. Na hát ez egy jó hír. Innentől kezdve megvan a határoló oldal háromszögeknek a magasságvonala. Most már csak kiszámoljuk egy ö, háromszögünknek a területét. Az egyszerű. Ö, háromszög képlettel, a szor m -a per 2, azaz 10 kijött a 15,28 per a 2, egy háromszög, oldal háromszögnek ennyi a területe, akkor a felszín alapterület, amit kiszámoltunk már a térfogatnál, plusz a határoló oldallapok területének összege 76,4 szer 3, mivel 3 darab háromszög határolja. És ha ezt kiszámoljuk, akkor 272,5 négyzetcentiméter lesz a szabályos háromszög alapú gulánknak a felszíne. Ismét egy gula, csak most az alapterület egy négyzet. Négyzetes gula alapéle 22 cm, az oldallapok az alaplappal 63,6 fokos szöget zárnak be. Mekkora a gula magassága és az oldaléle? Tudjuk, hogy az alapél 22 cm, az alfa szög 63,6 fok, hogy melyik ez a szög, azt én most mondom is. Ez a háromszögünknek az oldal, vagyis a gulánknak az oldalmagassága. És itt van az a bizonyos alfa szög. Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg fogjuk tudni oldani, itt sem olyan egyszerű, mint ahogy ezt elképzeljük, mint a szabályos háromszög alapú gúláknál. Itt is kell nekünk vonalak keresni, méghozzá négyzetnél a középvonalat kell nekünk behúzni. Ha én behúzom a négyzetnek a középvonalát, ugye ez itt lesz, itt lesz a középvonal, itt az egyik alap élnél egy F pontban fogja mecceni. Ugye itt a gúlának a testmagassága, ez egy T pontban Metszi az alaplapot. És ugye az FT szakasz az alaplapnak a középvonala, a középvonal pedig nem más, mint a szemközti oldalak felezési pontjait összekötő szakasz. Jó, ha ezt tudjuk. És mivel ez középvonal, akkor tudjuk azt is, hogy ez az FT szakaszunk, távolsága nem más, mint az alapélnek a fele, jelen esetben 22-nek a fele az 11 cm. Szóval ez is megvan, és láthatjátok, hogy már is kaptunk egy derékszögű háromszöget, és azt mondja, hogy mekkora a gula magassága is az oldalére. Szóval ezt kell nekünk tudni, ezt a kéket itt a magasságot, illetve tudnunk kellene az oldalért. Hát hogyan fogjunk eljárni? Ugye, ha én elnevezem gyorsan ezt a gúlát, a feladat megoldása során el kell jutnunk ehhez a háromszöghöz, amivel először ki tudjuk számolni majd a gúlának a magasságát. Hát nézzük. Itt a T pont, itt az E csúcs, itt az F pont, megadták ugye az alfa szöget, az 63,6. Itt van nekünk egy prima kis derékszögünk, és mit ismerünk? A TF szakasz itt van 11 cm. Az oldal magasságot nem ismerjük. Az RT szakaszt kell nekünk kiszámolni most, a testmagasságot, de hát nincs probléma, mivel alkalmazunk egy ideillő szögfüggvényt. Méghozzá melyik szögfüggvényt tudjuk mi alkalmazni? Hát persze, hogy a tangens szögfüggvényt, tangens 63,6 egyenlő, mivel a tangens szögfüggvény hogy hangzik? Hogy szöggel szemkoszti befogó per a szög melletti befogó hányadosa, azaz mt per 11, ha ezt kiszámoljuk, akkor a testmagasságra megkapjuk, hogy 22,16 cm. Megvagyunk a feladat egyik részével. Kell továbbra még az oldalél kiszámítása. Az oldalélhez Kerestünk el egy másik derékszögű háromszöget, ezt én ide húzom. Ugye itt lesz nekünk az a derékszögű háromszögünk, amelyhez majd el kell jutnunk, amiben szerepel az oldalél. Itt az A, itt a T, itt az E, ezt kell nekünk kiszámolnunk, ugye az oldalélt. Az AT szakaszt ö, nem tudjuk jelen pillanatban, de az RT-t most számoltuk ki. Az 22,16 és az derékszögű. Igen ám, de mi ki fogjuk tudni számolni kapásból az AC szakaszt, mivel az AT szakasz ö, az lényegében a lapátlónak a fele, az AC lapátlójának a, a fele. Az AT. ha én itt most behúzom a négyzetnek a lapátlóját, ez lesz. Ezért kapok még egy derékszögű háromszöget, ugye itt derékszög van, és mivel ez egy négyzet, akkor azt is tudom, hogy a BC szakasz, ugye én most ezt így tudom, hogy ez is 22 centi az alapél, ez is 22. Akkor az AC az mennyi lehet? Egyszerű Pythagorasztétellel kiszámolom. Megvan, hogy 31,11, de nekem az AT kell, tehát a lapátlónak a fele, hogy én ezt itt ki tudjam számolni. Ezért az AT nem lesz más, mint ugye az AC-nak a fele, tehát a lapátlónknak a fele. Megkaptam, hogy 15,55. Itt is egyszerű Pitagóra szételt fogok alkalmazni. 27,7 cm lesz a háromszögünknek az oldal éle, vagyis ez. El is jutottunk a feladat második részéhez. Fussuk át gyorsan, hogy... Egy négyzetes gullánál mit kell tudni? Négyzetes gullánál fontos tudni a középvonalat, ugye a középvonal a szemközti oldalak felezősei pontját összekötő szakasz, illetve egyszerűen majd a lapátlót kell behúzni. Ugye a lényeg az mindig, hogy derékszögű háromszögeket fogunk keresni amelyből majd a, a kérdéses oldalét vagy magasságot, vagy amit kérdez a feladat, el tudjunk jutni. És tényleg ezeknél a feladatoknál az a lényeg, hogy jó ábrát csináljunk, és a többi az nagyon egyszerű, hiszen szóval lényegében mindig csak Pitagorasztételt kell alkalmazni. Akkor itt van egy kúpos feladat, mekkora a forgáskúp nyílás szöge, ha alkotója 16 cm, az sugara 7,8 cm. Hát akkor tekintsük először is a kúpnak a tengelymetszetét. Mindig ábrát csinálunk. Hiszen ezeknél a feladatoknál derékszögű háromszögekkel fogunk tudni számolni, és mindig azt keressük. Szóval itt van a, a kúpunknak a tengely megszerete, de térjünk vissza. Ehhez az ábrához, térjünk rá ehhez az ábrához. Ugye a forgáskup nyílás szöge mekkora, ha alkotója 16, alapkör sugara 7,8 cm. Természetesen ilyen feladatokhoz a térveli gula gúra, gúra rajzához is szükség van. Mit tudunk ebből? A forgáskup nyílás szöge, nyílás keresi. Most én váltok pirosra. Ami azt jelenti, Ez a béta, a nyílásszög. Ez az alkotó, ugye, mint a, a diasor elején már elmondtam, ez az alkotó. Itt van a testmagassága a kúpunknak, itt van a sugara, az alapkörnek a sugara. És itt, ha én most behúzom, ez pedig, az alkotó és az alaplapnak a hajlásszöge, ha esetleg ezt kérdeznék. Itt pedig található a félnyílásszög. Ha itt tisztába tettünk mindent, akkor fogjuk tudni megérteni a kúpunknak a, a tengelymetszeti rajzát, amit én már ábrázoltam is. Ugye itt az ABC háromszög, az A csúcsból behúztam a magasság vonalat, ami egy T pontban felezi a BC szakaszt, és lényegében ez a TC távolság, ugye mi most ennél a háromszögnél járunk. Ez ezt a háromszöget nagyítottam én ide ki. Ugye az R az 7,8 cm, és ugye keressük az alfa szöget. Az ATC derökszögű háromszögben szögfüggvényel ki fogjuk számolni ezt a nyílásszöget. Alkalmazzuk a megfelelő Ö, szögfüggvényt, méghozzá ugye mi most erre leszünk ö, kíváncsiak, erre a szögre. Hát melyik szögfüggvényt tudjuk alkalmazni? Persze, hogy a színusz szögfüggvényt, ami nem más, mint a szöggel szemközti befogó, per az átfogó hányadosa. Tehát színusz alfa egyenlő szöggel szemközti befogó az átfogó hányadosa? 16,4, erre azt kapom, hogy az alfa szög az 28,4 fok. Tehát ez még csak a félnyílás ahogy itt az ábra is mutatja, de nekünk az egészre van szükségünk, ezért mivel félnyílás számoltunk, akkor a beta szög az nem lesz más, mint 2 x fok. Ilyen egyszerű volt a feladat, ezzel meg is vagyunk. Nézzük meg a következőt. Mekkora az egyenes körkúp felszíne, a magassága 112,5 mm, nyílásszöge pedig 52 fokos. Azt mondja, hogy a nyílásszöge 52 fokos, akkor én berajzolok mindent ide az ábrába. Szóval ez a béta 52 fokos, és azt mondja, hogy a magassága, vagyis ez itt, 112 és fél milliméter. Tekintsük megint a kúpunknak a tenger metszetét. Az előző feladatorban. Ezek ilyen sémák, ha ezt jól begykoroljuk, akkor nem foghat ki rajtunk lényegében semmi. El is nevezhetjük ugye mi most ezt a tengelymetszetet. Nagyítottam ide ki. B, C, A. És a felszíne... Kell a kupunknak, felszint pedig gulánál, vagyis kupnál, hogy számolunk. terület plusz a palást, vigyek kör az alapja, ezért P-szer-R-szer-R-plusz-A. Mit ismerünk belőle, azért nem ismerjük, az alkotót nem ismerjük. Lényegében csak a P-t ismerjük, de készítettünk egy jó kis ábrát és találtunk is derékszögű háromszöget. innentől kezdve szerintem nem lehet nagy gondunk, hiszen a nyílászög 52 fokos, akkor a nyílászög az alfa, az nem más, mint a Beta per 2, azaz 26 fokos. Itt is van. Megfelelő szükfőgvényel pedig kiszámolhatjuk a, a sugarat és az alkotót is. Én most ide szépen kinagyítom a megfelelő háromszögemet, amelyben ugye itt az A, T és a C. Ki kell számolnom az alkotót, ki kell számolnom a sugarat de azt én ö, tudom, hogy a magasság az 112 és fél, és most számoltam ki, hogy itt az alfa az 26 fokos, megfelelő szögfüggvényt alkalmazom, először mondjuk kiszámolom a sugarat, a jó öreg tangens függvényel, ami azt jelenti, hogy szöggel szemközti befogó per a szög melletti befogó. Kiszámoltam a sugarat, akkor nézek egy másik szögfüggvényt, hogy az alkotót ki tudjam számolni. Azt pedig olyan egyszerűen kiszámolom, mondjuk veszem a koszinusz 26-ot, a koszinusz szögfüggvényt, ami nem más, mint a szög melletti befogó per az átfogó azaz. Ezen meg is kaptam a, az alkotót, és nekem most ki kell számolnom a kúpunknak a felszínét, alapterület, kiszámolom így most nektek külön, az az a kör, R négyzetszer pi, azaz R-t megkaptuk, hogy A palástja pedig egy körcik, ugye, amit a mm, diasor elején mutattam, ugye a kúpunknak a palástja lényegében egy körcik, azt a körciknek a területét, hogy számoljon ki? P-szer, R-szer az alkotó, azaz Pisz Az alkot most számoltam ki. 21 576 egész hétti mm a kúpúnak a palástja a felszín pedig ennek a kettőnek az összege lesz, ez pedig nem lesz más, mint 31.035,15 egész, 15 négyzet mm. milliméter. Meg is vagyunk a felszínnel. És ha mondjuk valaki jó kedvében a térfogatot is ki akarja számolni, minden adatunk István ismert, P szer R négyzetszer testmagasság per 3 ismerős, minden ki lehet számolni, csak úgy bónuszból ezeket a vagyis a térfogatot. A következő videómban pedig már csonkatestek testek térfogatával, felszínével megyünk tovább, illetve gömbös feladatokkal is. Sziasztok!